Már letölthető a Fradi applikációja. Vedd kezedbe kedvenceidet. Androidon és iOS-en is elérhető. Az első fél időben úgy gondolom jó tempóba futballoztunk, jól mozgott a csapat, hamar gólt szereztünk, nyugodtan tudtunk játszani, elég nehéz volt, mert az ellenfél nem nagyon akart kockáztatni, 10 emberrel védekeztek, mi pedig nem akartuk azt megkockáztatni, hogy esetleg egy rossz passz után megkontrázzák a csapatot. Labdatartás volt igazából a mérkőzés 75%-ában. Sajnos a második fél időben már nem voltunk olyan élesek, nem tudtunk annyi lehetőséget kidolgozni, mint mondjuk például az első fél időben. De szerintem ez a 2-0 ez egy nagyon jó eredmény a visszavágóra. NB1-es labdarúgó csapatunk vasárnap az Újpestet fogadja a Grupa Arénában. Nagyon várom. Nagyon jó szériában van a csapat. Három fronton is áll a csapat. Nagyon szeretnénk odaérni mindenféleképpen legalább a második pozícióba a bajnokságba is. Nekünk ehhez mindenféleképpen meg kell vernünk az Újpestet hétvégén. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.